Jöhet a tél, mondta Balázs Gábor, a katasztrófa védelem torna megyei parancsnoka. Az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva a védekezésben résztvevő intézmények és szervezetek felkészültek a legextrémebb helyzetek kezelésére is. Ideértve a gazdasági egységek és a lakosság esetleges ellátását és védelmét is. Tolna megyében a beavatkozó egységek a katasztrófavédelem tűzoltóság vonatkozásában azonnal 2 percen belül mintegy 209 fő tud az igénybevételrel indulni, és valóban több mint 265 technikai eszköz biztosítottunk le a megye vonatkozásában. Ezek önkormányzatoknál lévő, illetve magán gazdasági társaságok tulajdonában lévő erőgépek, terepjáró képességgel rendelkező gépjárművek, a saját tűzoltó technikai vagy rendőr, vagy éppen az országos mentőszolgálat gépjármű technikai eszközei mellett. 379 olyan melegedő helyet jelöltek ki Tolna megyében, mely alkalmas azonnali fűtéssel és szociális infrastruktúrával, ha olyan időjárási helyzet alakul ki, hogy ezeket is be kell majd vetni. Balázs Gábor kiemelte, hogy listát készítettek azokról, az időskorúakról és egyedülállókról, vagy rendszeres kórházi ápolásra szorulókról, esetlegesen szülés előtt állókról is. Az ő ellátásukra külön odafigyelnek majd. Tolna megyében 20-ra tehető azon gazdálkodó szervezeteknek a száma, amely az úgynevezett veszélyes üzem kategóriába sorolunk. Felvettük a kapcsolatot ezen üzemek üzemeltetőivel, és a téli felkészülési feladataikat pedig ellenőriztük. A belterületeken a mozgás lehetőségének biztosítása, a rendkívüli helyzetek kezelése, a szociális ellátás helyi biztosítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés garantálása önkormányzati feladat, emelte ki a katasztrófavédelem Tolna megyei parancsnoka.